Köszöntöm a kedves nézőket! Önök a Kezdőkör című sportmagazinunkat látják. Kiélezett küzdelemben 11-esekkel dőlt el a Békés Vármegyei Kupa a Békés Csabai Kórház utcai stadionban. Idén két megyei első osztályú együttes, az orosházi MTK Ule és a Szarvasi FC játszotta a finálét. Előbbi története első, míg utóbbi története második bajnoki győzelmére készült. A mérkőzés első veszélyesebb helyzetét a fehérmezes Szarvas alakította ki a 10. percben, amikor Báni Bence kisodródott helyzetből a jobb kapufa mellé lőtt. Egy perccel később az Orosháza veszélyeztetett, Miszlai László lövését Somogyi Pál védte. A 15. percben Szabó Áron szerezhetett volna vezetést, de a Szarvasi a kapusa ismét a helyén volt. A 42. percben Báni tört be a 16-oson belülre, majd ismét a jobb kapufa mellé lőtt. A 45. percben ismét Báni érkezett egy beadásra, de lövését Bordás Dániel kivédte, így a csapatok 0-0-ás állással vonultak szünetre. A gólcsendet az Orosháza törte meg az 55. percben, Endre Falvi Erik talált be a kapuba 11 méterről. A 60. percben ismét Endre Falvi cselezte ki védőit, majd lövését Somogyi fogta. A 89. percben egyenlített a Szarvas Báni Bence góljával. A 92. percben ismét Báni volt eredményes, ekkor úgy tűnt a Szarvas megnyerte a kupát, a szurkolók mámorban ünnepeltek. A dráma azonban még hátra volt, a 94. percben egy szabadrúgásból felívelt labda után Miszlai László lőtt a léc alá, kiharcolva ezzel a 11-es párbajt csapatának. A Szarvasiak két büntetőt is hibáztak, míg az orosháziak négyet értékesítettek, így történetük során először nyerték meg a Békés Vármegyei Kupát. Számomra érthetetlen, hogy ilyen hibát elkövetünk hátul, nyilván felfokozott hangulatban vannak a játékosok, előtte akkora katarzis volt ez a majdnem azt mondtam, hogy győztes gól, de sajnos nem lett győztes gól, hogy még így is, hogy elvesztettük a meccset, ez egy olyan élmény maradt szerintem annak, aki itt volt, hogy majd egy pár napot alszik rá, és utána tud jó szívvel gondolni erre a végjátékra, mert jó pár éve benne vagyok a fociba, de azért ennek a meccsnek a vége az hatalmas hullámvasút volt. Most nagyon fáj, főleg úgy, hogy utána ugye a 11-es párbaj az már lutri. Nagyon-nagyon-nagyon-nagyon sajnálom, de mégis... Büszke vagyok a játékosaimra. A Szarvas a megye egyben a harmadik helyen zárt, míg az Orosháza a második pozícióban, miután az utolsó mérkőzésen a bajnoki döntőn 2-2-es döntetlent játszott a Végegyháza ellen. Igazságtalan lett volna, ha ezt mi nem nyerjük meg. Az egész mérkőzés, azt mondom, hogy az utolsó 5 perc, ami nem volt a miénk, de az egész mérkőzés meg a miénk volt. Nagyon-nagyon igazságtalan lett volna, ha a játékosaim és második helye csalódást érő döntőt bukunk el. 2-1, volt egy perc, hát ez egy ilyen, nem is tudom, ilyen lutris történet, gól lett. Azt gondoltam, hogy innentől kezdve nem lehet gond. Hát ezért szép ez a foci, de én azt gondolom, hogy végig megérdemeltük ezt a kupa győzelmet, mert mi voltunk a jobb csapat. Ők, ahogy látják, én ezt őszintén gondolom azt, hogy a helyzeteinket az első félidőben kihasználjuk, akkor 3-4-5-0-val megyünk be a szünetbe, és akkor nincs kérdés a másik félidőre. Mindkét együttes hosszú távú célja az NB3-as szereplés. Az Orosháza már nyáron kivívhatja a feljutást, ha sikerrel veszi az osztályozót a Szombathelyi Haladás második csapata ellen. A Siófok KC ellen hazai pályán zárta a szezont a Békés Csabai előre NK-se a 26. fordulóban. A Békés Csabaiak már biztosan bennmaradtak az első osztályban, így nem volt tét a találkozón számukra, ezzel szemben a Siófok szeretett volna odaérni a bajnokság 5. helyére. A mérkőzésen a fehér-fekete-mezes Siófok szerezte meg az első gólt, a Békés Csaba a 3. percben egyenlített, majd nem sokkal később a vezetést is megszerezte, ekkor 3-2 volt az állás. Innentől végig a Siófok irányított, és a szünetig 3 gólos előnyre tett szert, így a félidő végén 16-13 volt az állás.
A Békés Csaba a második félidő utolsó 10 percében 6 gólos hátrányba került, amikor a Siófok megszerezte a 30. találatát. Az előre végül felzárkózott 2 gólra, így 32-30-as vereséget szenvedett a zárófordulóban. 2016-ban, amikor a Vác edzője voltam, veszítettem. Féltünk ettől, mindig nehéz itt játszani. Nagyon komolyan vettük a meccset. Örülök annak, hogy a Békés Csaba sem vette félváról az összecsapást, annak ellenére, hogy sok pontja van. Meglett az 5. helyezés, profin végezték a dolgukat a lányok, büszke vagyok rájuk. A Siófok a győzelemmel bebiztosította az 5. helyét a bajnokságban, míg a Békés Csaba a 12. bennmaradó helyen zárt 14 ponttal. Tudom, ez ilyenkor tudatalattnál benne van a csapatban, hogy megvan a cél, stb. Nagyon akart ma mindenki, kicsit azt mondom, hogy dekoncentráltak voltunk, és ezt akik most a csapaton belül vannak, tudjuk, mert amire készültünk, abba hibáztunk a legtöbbet, de ez nem volna a lányok érdeméből abból a szempontból, hogy végigküzdötték, harcolták a mai meccset is, és a tényleg a 60. percig mindenki 5000 elment és megpróbálta. Nagyon szerettünk volna nyerni, nagyon gratulálok a Siófoknak az 5. helyhez is. A 3 mérkőzésre kinevezett Farkas József vezetőedző nem maradt Békés Csabán. Az új tréner kilétéről hamarosan bejelentést tesz a klub. 3 napon keresztül a Békés Csabai Röplabda Akadémia adott otthont az országos U17-es bajnokság döntőjének. A BRS-e a 3. helyen zárt, miután a bronzmérkőzésen 3-0-ra legyőzte a Nyíregyháza csapatát. A szervező Békés Csaba mellett az Újpest, a Nyíregyháza, a Balatonfüred, az MTK Budapest és a Vasas SC csapata jutott be a legjobb U17-es csapatok fináléjába. A BRS a Nyíregyháza együttese ellen kezdte meg a csoportkört. A találkozó a szabolcsiak számára indult jobban, akik megnyerték az első szettet. A folytatásban azonban a házigazda csabaiak irányították a játékot, és 3-1-es sikert arattak a nyitó mérkőzésen. Az elején igen voltak hibáink, mert megvolt a kezdő stressz, ami rajtunk volt, viszont ezt szerintem le tudtuk vetkőzni, és egy csapatként küzdöttünk tovább. Ez vitt minket át a nehezebb helyzeteken. Az alapszakaszt első helyen záró Békés Csaba második csoportmérkőzésén maga biztosan diadalmaskodott az Újpest együttese ellen, így Csányi Roland csapata szombaton a Vasas ellen mérkőzött meg a fináléba jutásért. Az elődöntőben nem maradt el a kiélezett küzdelem, az idegek harcát a piros-kékek bírták jobban, akik 3-2-es sikerükkel bejutottak a döntőbe. A BRS a bronzmérkőzésen a Nyíregyháza ellen mérkőzött meg. A házigazda magabiztosan nyerte az első szettet, majd a maratoni hosszúságú második etapból is győztesen jött ki. A 3. játékrészben ismét magabiztos csabai siker született, így a BRS-e bronzéremmel zárta a tornát. Nyilván nehezebb volt, mint a csoportmérkőzés, nyilván ez már a helyosztó volt. Érződött a tegnapi vereség a lányokon, de örülök, hogy ezen túl tudtunk lendülni, és meg lett a bronzérem. A csapat edzője értékelésében elmondta, örül annak, hogy a Vasas elleni vereséget követően rendezni tudták a sorokat, és éremmel zárták a Békés Csabai döntőt. Most a helyzethez mérten nagyon-nagyon elégedettek vagyunk a bronzéremmel, nem ide vártuk magunkat, ezt ki kell mondani. A pozitívumokat ki tudtuk venni a tegnapi mérkőzésből, mert volt benne, a negatívumokat meg jövő hétre hagytuk, amikor már egy kicsi pihenő után visszatérünk, frissebb lesz kicsit mindenki, és akkor majd át tudjuk venni, hogy lapra tudjuk tenni a hibáinkat, amit majd későbbiek meg kell javítani. Az U17-es bajnoki döntőt a Szent Benedek együttese nyerte, a megmérettetést a Vasas zárta a 2. helyen. Fiatal úszók versenyeztek Békés Csabán, miután idén 47. alkalommal rendezték meg a Greenway Viharsarok kupát az Árpád-fürdőben. A megmérettetésen mintegy 20 csapat 200 versenyzője vett részt. A verseny a 100 méteres pillangóúszással kezdődött. A gyulai Kempf Milán több számban is elindult. Nagyon elfáradtam. Hát ugye egy héten jó sok edzésünk van, egy naponta akár több is. Nagyon régen versenyeztem, ez az utolsó versenyem. Szerintem egész jó volt, de ezt majd az eredmény elmondja.
A versenyre Gyuláról, Szarvasról, Gyomándrődről, Szentesről, de még Aradról is érkeztek versenyzők. A klubok jó lehetőségnek tartják a kupát a szintfelmérésre és a felkészülésre. Nagyon szeretünk idejönni, mert ez egy nagyon jó hangulatú verseny. Jól esik ez a nyitott úszoda ebben az időben. Szeretnénk azért természetesen szintidőket úszni az országos bajnokságokra. De az elsődleges szempont, amiért idejövünk, az a jó hangulat. Szombat délelőtt 50, 100 és 200 méteren minden úszásnemben rajtkőre léphettek a fiatal versenyzők. A megmérettetésen a legfiatalabb, 6-7 éves gyerekek és a már rutinosabbnak számító 17 éves utánpótláskorú úszók is medencébe ugrottak. Közeledünk az országos bajnokságokhoz, van akinek már csak hete van, van akinek egy picit több. Azt gondoljuk, hogy remek lehetőség szintúszásra, kontrollúszásra, hogy hol tartanak a felkészülésben a versenyzők, illetve az országos bajnokságra teljesítendő célokat is itt még el lehet érni, ezekkel még lehet majd nevezni a bajnokságra. A megmérettetésen 20 csapat, több mint 200 versenyzője vett részt. Hibátlan mérleggel zárta a férfi kosárlabda NB2 keleti csoportjának alapszakaszát a Békés Csabai KK. Lackó Róbert együttesének a Százhalombattát kell legyőznie ahhoz, hogy a tavalyi esztendőhez hasonlóan idén is bejusson a négyes döntőbe. A csabai kosárlabdázók veretlenül 16 győzelemmel nyerték meg a keleti csoport küzdelmeit, így a legjobb négy közé jutásért rendezett párharcban az NB2 közép A csoportjának második helyezettjével mérkőznek meg. A Százhalombatta elleni keresztjáték első összecsapását vasárnap a Pestvár megyei együttes otthonában rendezték meg. A találkozót kemény, fizikális játék jellemezte, az első félidőben a Békés Csaba 8 pontos előnyre tett szert. A folytatásban ugyan zárkózott a házigazda, de a viharsarkiak jól hajráztak és végül 75-65-ös győzelmet arattak. Lackó Róbert együttese így előnyből várhatja a vasárnap 18 órától kezdődő visszavágót. Amennyiben csabai siker születik, vagy 10 pontnál kevesebbet győz a Százhalombatta, akkor a Békés Csaba a tavalyi szezonhoz hasonlóan ismét bejut a négyes döntőbe, ahol az NB1B zöld csoportjába való feljutás lesz a tét. Sportmagazinunk ezzel most a végéhez ért. Köszönjük a figyelmüket, tartsanak velünk a legközelebb is, viszontlátásra!